Sziasztok, Szecsi vagyok, és ez itt a GFF. Ma egy igazi jó pofa játékot hoztam el, ami nem más, mint az Orcs Must Die 2. Igazán, hogy a játéknak egy célja van, az összes orkot írt ki a pályáról, fegyverrel, csapdákkal, ha úgy adódik, haverokkal, valamint egy idő után nem csak haverok tudnak segíteni, hanem lesznek kisebb társaink is, meg tudjuk őket idézni. Nagyon süti a játék, 2012-es, de szerintem ez valami betegesen jó lett ahhoz képest, hogy több mint 3 éves a játék. Úgyhogy nem kértelek, nézzük, két ember van, Warmage, varázslónő. A varázslónőt szerintem az igazi mazohisták kezdjék el. Az elején nagyon gyenge, nekem nem jött be, viszont egy idő után olyan bitangerős lesz, hogy megállíthatatlan. Ha pedig partisztok, akkor pedig a varázslónő akkora segítség, hogy az valami fergeteges. Csak ki emellé a közel a melee harcos, ugye a közel harcos. Úgyhogy én a Warmage-et használom, mert ahhoz már igazán jól értek. Úgyhogy beírom ide névnek, hogy Szácsi, az vagyok én. Úgyhogy játékmódból 3 van, story ilyen endless, ez ilyen survival game, ha jól emlékszem. Valamint van klasszik, az igazániból fogalmam nincs, hogy mi, lehet, hogy ott folyamatosan ömlenek az ellenfelek, vagy passz. Nem tudom, hát mi most sztoriban megyünk, meg Warmage-ben, ugye easy, normal, hard. Ugye maradunk normálnál, itt lehet látni create party, tehát multiplayeres. Ha jól emlékszem, akinek nincs meg úgy, mint nekem, hogy megvette, annak azt hiszem lamba is működik, de nem teszteltem, fogalmam nincs. Van spellbook, igazániból itt lehet látni, hogy ez a kezdő gírünk, igazániból egy rohadt nagy bitang nagy puska, ilyen tar, vagy nem tudom, nem ám egyébként tudom, hogy valami mocsár, meg akkor ilyen szögek jönnek ki a falból, hát jó van, ezt itt meg kell igazoltanom mindenképpen, úgyhogy lesznek itt csapdák, ó, de jó pofa, aha, így görbölőjenek, tudja, jó, lesznek itt azért, lesz bőségesen csapda, és lesznek már nagyon erős csapdák. Úgyhogy barikád, ez 800-ba kerül, igazániból ez még zárva van. Az utolsó, amit meg tudok, lesz ijászunk, ez nagyon jól fog jönni, viszont a végén már lesznek ilyen elszívók, nagyon komoly, viszont nagyon komoly. Spore mushrooms, itt minden lesz, valamint fegyverek közül is lesznek már olyan dolgok. Ice amulet, itt már varázsolni fogunk harcossal. Flame Racers, detto. Windbelt, ugyanúgy. Vampiric Gauntlets. Ez, ha jól emlékszem, mikor fölpofozunk valakit, életet lop. Azt mondja, drains enemy hit, secondary traits hit, formana. Jó, hát ez lesz a legerősebb fegyverünk, de igazán nem akarok itt most azért félrebeszélni, lássuk, hogy néz ki. The Edge. Lássuk. A játék így néz ki, ahogy mostani képernyőn látjátok, tehát most éppen tőlem nem látjátok. Hát ez jó, egyes leülhetsz, na mindegy. Úgyhogy itt most tőlem nem látjátok, de van egy ilyen kis ikonunk arról, hogy kivel vagyunk, életcsík, manacsík. Kint a jobb oldalon lehet látni egy térképet, haladási irány, valamint ilyenek észrevehetőek rajta egy idő után. A legjobb felső sorokban ott lehet látni, hogy hány kör van vissza, mert ilyen körökre van osztva. Nem úgy kell gondolni, hogy lövök egyet és akkor várok egyet, nem, ez már nem olyan, mint egy Final Fantasy, hanem itt azért elég sokáig fognak jönni, igazániból maga a játék szerintem baszott túl jó. Vannak itt alattam, ezek lehet látni, itt ilyen fényes ajtó, ez ugye a kijárat. Itt nem szabad őket kiengedni, a térképen lehet látni, hogy ebből 20 jut ki, akkor utána cikés helyzetbe kerülünk. Bal alsó sorokból lehet látni, hogy 4000 pontunk van, amiből fogjuk venni az alul középen levő csapdákat, úgyhogy lássuk is, hát itt van loadout bar, úgyhogy space-szel elkezdjük, itt kaptunk volna egy kisebb sztorit, amit inkább elnyomok, mint annyiról szó, hogy a varázslónő észreveszi, hogy basszus, jönnek, hát azt meg kell állítani. Összefut ezzel a szerencsétlennel, aztán hozzávágja, fuss! Hogy gyerek meg sokot kapva nézi, ha? Úgyhogy megnyomjuk a B-t, itt berakjuk ezeket a cuccokat, itt lehet látni, hogy ilyen orkok fognak jönni, itt ez valamire kíváncsi vagyok, nem?
ilyen orkok fognak jönni, tehát ilyen nagyon intelligens feje van. Hát ennek még jobb, ez banja. Tehát ilyen piros lapos a kicsit. Ez már nem sárga lap, az ez már piros lap. Fegyvereink elsődleges fegyver, ugye ez a sörétes, igazándiból töltése az nincs, tehát túl sok választási lehetőség nincs, mint hogy lövünk mind az őrült, és nem fog kifogyni. Majdnem magunkkal alá tudunk lőni, ami igazándiból azért jó, mert basszus. Jó, hát elnézést kérek, ezért most nyomok egy restartot, mert... Jó, ne haragudjatok, én most kell, hogy nyomjak egy retryt, mert nem, tehát könyörgöm, ez most én voltam Béla. Ezért most nem jár kex. Úgyhogy igazándiból van ez a rohadt nagy puska, és mindjárt mutatom a többit is, csak töltsél már be, na végre. Jön a sztori. És akkor vannak ilyen falra szerelhető, ilyen nyílszórók. Mert ezt itt egy kicsit elrontottam. Úgyhogy ezt ide, és akkor most itt lassítjuk őket egy kicsit, és a G-vel elengedjük a hordát, igazándiból igen, ez így néz ki. És akkor itt jönnek. Ez a golyó, ez is a fegyveremből jött, ez egy másodlagos képesség. Ez ilyen tömegoszlatásra alkalmas, tehát le lehet őket lökni a pályáról, és az erej és éppensége tökéletes. Pusztulsz ki! Nem iszi! Fú, és itt még kiabálom, ami után. Még itt lehet hallani, hogy... Mami! Minden ork után kapunk 10 ilyen pontot, úgyhogy igazániból most még arra várunk, hogy néhány kipuszkuljon, és akkor még arra is teszünk. Hey, next wave! Nagyon jó, ügyesek voltunk. Úgyhogy most pakolunk itt, mint az ökrök. Igen, hát ilyenkor nyomkodhatom itt a gét, ilyenkor meg kell várni. Go! Úgyhogy itt nincs más választás, itt ellenőrzés lesz. Úgyhogy lövöldözünk, lelökjük őket a pályáról, meg szétrobbantjuk őket. Dagáljél már meg! Pú, az anyádat! Itt táncol meg, ugrál meg, mit tudom én. Nem mindig én vagyok ám a balek, tehát nem lehet azt mondani, hogy ha csak te vagy a lúzer, hát ez teljesen könnyen eltalálható volt. Nem mindig, mert van, amikor ugrál az a kis szemétláda. Hopp! Jó. Oké, jó, ügyik voltunk. Ezért viszont járnak, hogy igen, van ilyen kis vasút, ez lehet mindjárt látni, ott jön végig mindjárt. Hii, jön végig, és ez azért szépen sorjába gázolja el itt az orkokat. És itt ez azért jó, mert ezen ugye belassulnak, viszont több esélyben őket kilökni a pályáról. Hii, és az engem is üt. Na, szép egyes. A nagyobbakat jobb kilökni, mert... Mondom, jobb kilökni, mert azokból abból kettő golyó kell, és azért ez fő tudja bosszantani egy idő után, ezek... Halljam, na végre! Itt van, azért, és ez még csak normál, azért meg lehet látni, hogy itt nincsen könnyű dolgom. Te van. Szevasztok! Sziasztok! Józsi vagyok, én vagyok itt a legrondább ember. Főleg, mert mind meghaltok. Ha! Nézd meg! És még mindig nem halt meg! Kérvényt kell benyújtani itt, hogy dögöljél már meg a rohadt életbe. Van itt ilyen kisvasút, ez igazándiból akkor jó. Hogyha abba az irányba el tudnak menni, úgy körbe, meg mit tudom én, mert akkor fogom kisvasútat átállítom, aztán itt eljönnek abba az irányba, aztán elmegy körbe. Lehet látni ott az útvonalát. Úgyhogy unleash the horde, és akkor jöjjön itt a... Ja igen, shift-es sprintelünk, úgyhogy az sok helyen jól fog jönni. Ah, itt az egy gyönyörű szép célzás volt. Hey. És
és azért itt, itt jön nekem az erősebb hullámok is. Tehát azért, mikor, mikor így először próbálkoztam vele, hát ugye még nem játszottam, akkor úgy, úgy néztem, hogy van basszus, és ez még csak az első pálya is. És az én Nightmare-en, vagy háromszer ennyire, ne nézzétek már meg, de úristen! Itt büntetem az egerem konkrétan. Még, még jó, hogy itt a csapdák segítenek, mert igencsak nagy bajban lennék. Halljál meg! Oda nézzétek, jó isten! Ez itt, itt azért van mit írtani. Viszont nagyon örülök neki, hogy bakker, 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 bakker. Ja, nem így fognak kijönni. Halljál már! Viszont lényegesen kevesebbet engednek át, viszont most már inkább... Halljál már meg azi! Ezt oda nézzé! És akkor most jön a... Táncunk. És akkor itt kapjuk a csillagokat, mint az őrültek. Csillagok. Kapjuk a koponyákat. Úgyhogy, és kaptunk már ilyen Spike Trap-et. Ez jól jön, mert olcsóbb, mint a mocsár. Viszont most megveszük ezt a Blade Staff-ot, úgyhogy most már van melee fegyverünk is. Úgyhogy nyomunk egy Continue-t és lássuk a medvét. Igazából a következő pálya az a Tunnels. Itt már két helyről jönnek, úgyhogy kétszer annyi a szívás. Úgyhogy kétszer annyi csapda kell, kétszer annyi ilyen ork jön, meg most már erősebbek is jönnek, tehát most már nem csak ez a sárga és kék jön, hanem most már jön ilyen elementál. Itt mindjárt lehet látni. Ezt kivesszük, ezt berakjuk, nem. Ezt, és utána ezt innen kivesszük, ezt be. Ezt először is, ezt megszorcsol, tehát ilyen elementálok jönnek, ez az a baj, hogyha ez föl is robban, tehát úgy vagyunk vele, hogy ez az meghalt, akkor ketté osztódik, és... Ennyi a reakció erre. Úgyhogy bent van minden fontos, igazán így néz ki ez a Blade Staff. Ez elég erős, úgyhogy... Így körbe is lehet támadni vele, valamikor így megperdíti maga körül. Igen, ott, hát maga mögé is félig üt, meg... Na, ott volt. Úgyhogy most kirakunk ilyen cuccokat, meg ilyen cuccokat, és maradt egy ezeresünk, elengedjük itt az orkokat. És az igazán ügyesek, azok itt így meg tudják őket fogni. Ez azért jó, mert akkor legalább annyival kevesebb csapda aktiválódik, tehát hogyha... Ha bajban vagyunk, és esetleg futni kell hátra, akkor legalább tudjuk, hogy mindegyik aktív lesz. Úgyhogy, hát mondjuk itt igazából még kellemetlen, hogyha bajban vagyunk, mert akkor inkább menjünk vissza easy-re. Mert nem szégyen, sokan jönnek. Új Rift Opening, igen, itt már írja, úgyhogy most 2300 pontból abból fog gazdálkodnunk. Hát ezt nem oda terveztem. Ó, de jó. Nem szabad itt leesni őt semmiképpen, mert ha nem hal bele, de ez most belehalt, ha nem hal bele véletlenül, akkor a kis görény az még lent végig fut, és megpróbál kiszabadulni. Viszont az a jó, hogyha itt közel állok, akkor igazán itt a csapdákon táncolunk. Ami engem nem bánt, viszont őket eléggé. Ezt így gyorsan eladjuk, és akkor... Tea time. Úgyhogy itt meg igazándiból itt így végignézzük, ahogy ledarálja őket ez a kis gép. Hát mondjuk lehetne még ide egy, meg ide egy, és akkor itt ez most már fix. Stop. Tava. Ott már alig bírnak átjönni. Jaj, de hülye vagyok, hát utána az idő. Ezek a rohadt csapdák. Halsz meg? Mondom, meghalsz. Nem szabad meghalnunk. Nem szabad, mert akkor nagyon nagy bajban vagyunk.
mert akkor elvonnak pontokat tőlünk. Úgyhogy azt már nem szabad engedni, mert akkor kevesebb, akkor nem jár a kex, se a koponya. Hú. Oké, final round. Mindjárt. Ide teszünk, meg akkor itt inkább bebiztosítom magamnak az egyik oldalt. És akkor itt, most már itt melák jönni fog az element. Rálép és igen erősen megsebzi. Úgyhogy az a baj, hogy itt lehet látni, hogy ezeknek van azért visszatöltési idejük, és elég sok. És ott az elementál. És az az egyetlen probléma, hogy ez igazándiból amíg megnőtt, addig jó, addig törődik velem, és mindjárt hopp. És innentől ezeket a piciket nem érdekli, hogy én mit akarok. Ez fut előre, mint a rakéta. Rohadjon ketté, az se érdekli, hogy én mit akarok tőle, hogy mit akarok vele. Ott maradsz. Azt mondtam. És abszolút nem érdekli, hogy én most csak barátkozni akarok, vagy kecskepornót néznék vele, vagy bármi. Hú, miért van az az érzésem, tudtam. Nagyon jó. Hát ezt most ott nem kellett volna elnyomnom, de mindegy. Mana visszatöltődött. Hoppá! Hát az ott egy ilyen bónusz gigajump akart lenni, vagy én nem tudom mit akart. Úgyhogy ide még. És akkor final wave. Igazándiból most úgy érzem, hogy nem kell nagyon izgulnom. De nincs olyan lény, ami ezen a csapdasoron átjuthatna, legalábbis az első körben biztos nem. És basszus, átjön. És egész elég sok HP-val. Hát gyere. Haj, de nem arra. Nézd meg. Vagy meg. Az a jó, hogy legalább ezek a csapdák tényleg rengeteget segítenek. Meg az, hogy velem foglalkozni, nézd meg az a kis purmányom. Azt hittem. Hátra. Vissza ennyi, Luxi. Hötsza. Jó. Nem? Nem halunk meg. Nem szabad, tilos. Te elvesz 3 pontot, már csak 4 koponyát kapunk. Hoppáré. Utca, ott maradsz. Hol vagy? És akkor jön hozzá. Jön hozzá ez a kis tánc, ez valami fergeteges, tehát ez az idegrángás hozzá. Úgyhogy... És akkor most már kaptunk ilyen endless pályát. Egyet. Viszont a spellbookban megmutatom az egyik legerősebb fegyvert, amit szerintem igazániból végig használni fogok. És... Na most kérdés... Ah igen, Refund Scrolls. 17. Dwarven Hammer. Igazándiból olyan bitangerős, hogy az valami fergeteges. Úgyhogy majd a következő videómban ezt be is fogom mutatni, mert szerintem már egyelőre ennyi izgalom éppen elég volt. Passz, ennyi. Igazándiból többet nem tudok elmondani. Következő videómban már igencsak hosszabb pályák fognak jönni, és jóval nehezebbek lesznek. Valamint úgy tervezem, hogy ebből is 3 videót fogok csinálni, a harmadik videóban már tényleg olyan pályákat fogtok látni, hogy 2, lehet, hogy 3 helyről fognak jönni, ez majd attól függ, hogy mennyi idő alatt fogok eljutni, mettől meddig. Úgyhogy tovább haladni nem fogok, azt mindenképpen le akarom videózni, mert olyan poénok lesznek innentől, hogy sírni fogok a röhögéstől, én is, meg remélem ti is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztetek. Ha tetszett a videó, lájkold mindenképpen, valamint hogyha eddig nem tetted, megiratkozzál fel a csatornámra. Úgyhogy ez volt már az Orcs Must Die 2. Köszönöm, hogy néztetek, sziasztok!